Ακούρλο τραμπάθαμε. Να hello, sziasztok! Na hát, hogy élvezetes legyen, itt a hangomat utólag vágtam alá, hát menjünk jobbra, és gyűjtsük tovább a kulcsokat. Na, zűrzavar az akarjás meghal, sajnálom, hát ennyi volt. Jó, menjünk balra, és... ja, begyűjtjük a kulcsokat szépen. Elkaptam egy rontást, ajtóként két kulcs 8 teremre, de mindegy, mert megpróbálunk majd a kérdőjeles ajtóba menni. Erre nem is akartam rányomni, mert azt hittem feltámad, de mindegy, nem támad fel. Jó, menjünk balra. Harry Potter könyv meghal, sajnálom, balán kötet. Elnézést, a háttérben a nyomorékot sem pofázik. Kapná be. Jó, láda, királyság, meg lettem mérgezve. Most ez van, csapdás rajta, vassakél. Egy kis koszta látunk a ládában. Az is jó, jó, itt sincs ilyen semmi. Hát ez de jó, hogy befalaszták és a másik a csapdás rajta. Hát persze. Hát ez így működik. Hogy máshogy nem működne, értetek? Nem tudom. Jó, menjünk oda. Ja. Kis... azt hittem lóvé lesz benne, na mindegy, az az epic ajtó. Jó. Amikor a magányos teremtmények kifogynak a rejtvényekből, szívesen játszanak kőpapír rollót, na lássuk, mennyi mondjuk papír. Gondolom ő nyert, mert nem kaptam semmit. És ott, ahol jól láttam, egy csapda ott, szóval menjünk jobbra. Jó kis lóvé, az is jó. Bal oldalt már megint csapda. Akkor menjünk jobbra. Próbáljuk kikerülni, az sikerült. Királyság. Kis kő legalább lesz majd a jövő építkezéseiben. Próbáljuk még ezt is kikerülni, ezt a boszorkát. Jó, az is sikerült, és hát a Cerberus kutyapajtás sajnos meg fog ölni, nem fogom kibírni azt, hogy legyőzzem, gondolom. Hát igen, semmi esély nincs rá. Ja. Jó, hát haladtunk 25 ajtót, és eléggé furcsa így beszélni, hogy a hangomat utólag vágtam alá, de mindegy. Na, most itt vagyok. Itt vagyok úgy újabb sakesos videóval. Na most az a helyzet, hogy nem vettem észre, hogy már 100% az életerőm, és egy kemény órát elbasztam, de mindegy, ezzel ne foglalkozzunk. Na itt is vagyok, a boss előtt feküdtünk ki, ugyebár. Jaj, a háromfejű Cerberus kutya előtt, na de most megadjuk neki, ami jár. És kapni fogunk egy epiket, hogyha minden igaz. Gyerünk, rossz kutyus, pusztulj el. Na azért. Na, kaptunk egy újabb husvéti nyuszi füleket. Továbbra is kívánok mindenkinek egyébként kellemes husvétot, hát most itt vagyunk, kazizgatunk, stb. Na, gyűjtsünk kulcsot, én azt mondom. Ráncsfegyvert. Jó, hát fegyvert rántottam. Na gyerünk, próbáljunk meg még több kulcsot összeszedni. Oh yeah, Holtról meg fogsz halni sajnálni. De jó, kaptam egy átkot. Mindegy, hát most úgyis egyelőre szörnyezni fogunk. Gyerünk. Ó, nem igaz, ugyanazt az átkot megkapom. Na mindegy. Jó. Szerintem ennek is neki mehetünk. Egyelőre. Epic ajtó. A siker titka az ügyes cserebere. Na lássuk, mit tudsz ajánlani. Hát nem tudom. Nem, tényleg nem tudom. Menjünk új járukra szerintetek? Menjünk egy új járut, ja. Következő 4 ajtót kulcs nélkül tudod kinyitni? Ó, de jó. Mondjuk ez az instant szörny megölés is jó volna. Ajaj, nem tudom. Nem tudom, emberek. Hozzuk el ezt, és akkor az átok leszállna rólam. Ez most micsoda? What? Oké. Okay. Hát ez... pillanat. Na, ne ide. Na, igen. Mondom, hozzuk el ezt. Ez most micsoda? Az kemény. Úgy látszik, hogy a játék kapott egy fatal errort.
Jó, mindegy. Jó van, Hedgy Troll meghalt, sajnálom. Nem tudom, láttátok ezt a Fatal Errort. Két kulcsot fog elvenni. Nem akarok szörnyre menni. Jó, mindegy, nem baj. Na jó, leszállt rólunk a rontás. Menjünk tovább. Na jó, ezt a kulcsot is elhasználjuk szerintem. Mindig jók vagyunk. Na, még egy epik ajtó. Ez a lyuk oda vezet, ahova sosem süt be a nap. Zuhan, ez olyan, mintha már az örökké valóság óta zuhanna, amikor feltész fájnak a végtagjai, és úgy érzed, nagyon messze kerültél. Akkor most meghalok? Nem tudom. Na, oké, ennek sok értelme volt. Hát szörnyre tudunk menni, és próbálj kikerülni szerintem, én azt mondom. Remekes sikerült. Próbáljuk meg ezt is kikerülni, ha elég ügyesek vagyunk, akkor ki tudjuk. Na. Menjünk szerintem most balra. Próbáljuk meg ezt is kikerülni, én azt mondom. Na, úgy látom, elkerülhetőek a szörnyek. Így kisebb-nagyobb eséllyel. Hát ő már nem. Mindegy. Szerintem elég jól haladtunk, elég sokat. És nagyobb, kisebb-nagyobb szerencsével el tudjuk vinni az 50. ajtóig, ahol még egy epiket be tudunk majd zsebelni. Ja. Holnap 9 órától. Akkor megküzdünk a második bosszal is természetesen. És ott fogjuk folytatni. Na hello, itt vagyok újra. Egy sokesos videóval megpróbáljuk elvinni az 50. ajtóig. Mert ha minden igaz, hogyha elviszük odáig, akkor ott egy boss lesz, és a boss kiadhat nekünk egy újabb epiket, ami jó dolog, így ugye az utolsó órákra. Jó, menjünk szörnyre még szerintem. Jó, ezzel még szerintem megbírunk. Hú, de nagyot ütnek. Jó, még egy szörny, és akkor ezután jöhet is a boss szerintem. Csak bírjam ki ellene a harcot. 16 millió HP, hát meglátjuk. De lássuk. Ez a harc kétségtelenül feledhetetlen lesz, még ha nem is fog szemlékezni rá utána. Remélem lebírjuk győzni. Rakkor van szerencsénk. Nem tudom. Megvan rá az esély. És kaptunk egy nyuszis papucsot. Ami jó dolog. Na, ez már az utolsó lesz a... Tehát ahol viszem így az ajtókat, szóval értitek? Mert... de jó! Na ez tényleg jó. Úgyhogy le is tudjuk instant ütni a szörnyeket. Csak nehogy csapdás ajtó legyen. Gyerünk, még mehetünk szörnyre. Azt mondja. Menjünk ide, hát a szörny. Ez az. Ezt is instant le tudjuk ütni, királyság. Jó, van 6 kulcsunk, nem tudom, menjünk ide. Fogadjuk el még egyszer szerintem, de jó. Jó, menjünk ide. Lássuk, mi van. Ezt elhozom egy kulcsért szerintem. Hogy legyen egy kis HP. És akkor ezt leütjük instant. Na most egész jók vagyunk. Tele vagyunk áldásokkal. És még egy szörnyet le tudunk csapni. Jó. Patkány meghalt, sajnálom. És van 7 kulcsunk. Ami szerintem már elég jó. Szerencsével el tudjuk vinni a 75. ajtóig, de nem hiszem. Mert ott már... Oda azért már... Tudni kell. Jaj. Jaj, törött a páncélom, és így nagyobbat sebeznek. 9 kulcsom maradt. Remélem, hogy ki tudjuk kerülni. Próbáljuk meg elkerülni. Hú, de jó. Jaj, nem már megint. Ó, ne. Próbáljuk meg ezt is elkerülni. Ejjjjjjj, nem sikerült. De 9 kulcsom maradt. Újra élethetnek még vajon? Egy gombával? Vagy... Basszus, ott maradt 9 kulcsom. És... 9 gombám van. Ez bajos.
Lehet, hogy az ajtó nyitásra kellett volna, mert nem tudom. Ó, ez pedig nincsen megfuratva. Na mindegy, nem baj. Szerintem én nem lyukasztom ki, mert túl drága. Ja, túl drága, szóval nem lesz kiukasztva. Jó van. Hát akkor ez ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Ha tetszett, akkor like, komment, feliratkozás.